Nem kevesebbet állít az a cikk, ami a kezemben van, mint hogy a szélső jobboldali mozgalmak egyre nagyobb beszélt jelentenek a társadalomra világszerte. Kutatások bizonyítják, ma már a szélső jobb terrorfenyegetés a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat, hát kapják fel az a fejüket, és ez halkba, hogy már hát itt iszlám állam van. De hát majd Miketz Dániel, a Republikon Intézet elemzője segít kijönnöm ebből a gödörből. Az történik, üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az történik, hogy relatíve erősödnek, tehát ez a fajta fenyegetés a hagyományos vallási alapú terrorral szemben, vagy valóban már erősebb ez a fenyegetés? Tehát csak úgy érezzük, hogy jön föl, vagy már fönt van? És azt mondja, nem tudom, hogy milyen cikkről van szó, és hogy igen. De ez ebből a szempontból teljesen mindegy. Arról szól a történet, hogy a frankfurti bíróság a legsúlyosabb életfogytérlő börtönnel sújtotta ezt a bizonyos Stefan Ernst, a hesseni szélső jobboldali férfit, aki ugye kivégezte ezt a bizonyos kereszténydemokrata politikust. A lényeg, hogy ennek kapcsán filóznak itt ezen, hogy jön fel a szélső jobb terrorizmus, és hogy ez világtendencia, hogy most ez jön a nyakunkba, éppen ezt várhatjuk a közeljövőben. Csak ezzel kapcsolatban van ez itt. Igen, hát lehet ez az érzékelésünk, hogy egyre több olyan eset történik, ami a szélső oldalhoz történik, tehát a politikai gyilkosságra merényletre nem csak Németországba került sor, de például Lengyelországba is, Gdanskba, hogyha erre emlékszünk. Ott is kifejezetten politikus volt a célpont. De hát Magyarországon is, ha nem is politikus ellen, de hát ami a sajtóban meg a közbeszédben a cigánygyilkosság vagy romagyilkosság sorozatként vonult be, az is tulajdonképpen egy terrorcselekménynek tekintető, illetve Németországban még mind a 2000-es évek elején ott a sajtó, helyezmített a sajtó, de elején egy dönergyilkosságoknak nevezték azt a sorozatot, igen, amikor elsősorban ilyen kiskereskedőkre, meg büfésekre, akik bevándorló háttérrel rendelkeztek, rájuk támadtak, és egyébként rendőröket is megöltek akkor az a neonáci terrorsejt. De ha a bevándorlási, tehát illetve hogy a menekültválságra gondolunk, a 2015-ös menekültválságra, akkor a különböző Németországban elég sok támadás érte ezeket a menekült otthonokat. Tehát maga ez a szélső jobboldali terror az egy létező jelenség Németországban, tehát folyamatosan egyébként még hogyha vissza is gondolunk, talán emlékeznek, hogy a 90-es évek elején is voltak ilyen támadások, elsősorban Kelet-Németországban, ahol viszonylag ez egy új jelenség volt, a bevándorlás. Rostocknál volt egy ilyen emlékezetes eset, amikor felgyújtottak egy ilyen menekült szállást. Tehát maga a szélsőjobboldali terror az jelen volt Németországban. Egyébként már a fal lebomlását megelőzően, és ez természetesen ez valahogy együtt párhuzamosan létezett a szélső baloldali terrorral Németországban és más nyugat-európai országokban is. Nálunk ez az utóbbi azért ez kevésbé ismert, hiszen maga az ellenállásnak, vagy valamilyen fajta rendszer ellenességnek azért az otthon az nem a baloldal volt, hiszen mégiscsak egy önmagát baloldalinak valló autoriter rendszer volt a rendszerváltás előtt itt Magyarországon. Tehát ez a fajta jelenség, én azt gondolom, hogy inkább szembetűnőbb, ez a szélső jobboldali terror, de ez ugyanúgy létezett abban az időszakban is, amikor akár Magyarországon is inkább az iszlám szélsőségről cikkeztek, és nem a szélső jobboldalról. Ez egyébként egy ilyen jelenség, amit valahogy így kifort ez a korszak, vagy csak azért jó, hogy említette egyébként ezeket a cigányok sérelmére elkövetett terrorcselekményeket Magyarországon, mert ott például nem volt hajlandó vizsgálni a bíróság azt, hogy az idevezető úton esetleg mely például publicisztikai művek játszottak közre ebben, hogy kialakult ez a téveszme ezekben az elkövetőkben.
Miközben azt látjuk, hogy mégiscsak azért most azért hangsúlyosabb, legalábbis az én fejemben, mert ezzel a populista politikával párosulva, tehát a Trump félével, az Orbán félével, vagy még mondhatnánk egy csomót, ez azért egy sokkal, sokkal erősebb, sokkal veszélyesebb jelenségé válik. Valóban itt ez egy nagyon érzékeny teret, tehát nagyon. Amiről beszélünk, az a radikalizálódás, ennek egy része például a gyűlöletbeszéd, és ezt társadalomtudósok, rendőrök közösen vizsgálják Nyugat-Európában, nyilvánvalóan azzal a célral, hogy ne radikalizálódjanak elsősorban a fiatalok. Ha visszagondolunk arra, akkor az iszlám állammal kapcsolatban voltak olyan hírek, hogy Nyugat-Európából toboroz az iszlám állam, igen, többen csatlakoznak az iszlám államhoz olyanok, akik Nyugat-Európában nőttek már fel, tehát nem az első generációs bevándorlók, hanem már egy második, harmadik generációhoz tartoznak, és az ő esetükben pedig, amiért erre figyelnek a nyugat-európai hatóságok, pontosan azért, hogy ne radikalizálódjanak ezek a fiatalok, és itt követik azt, hogy akkor mik lehetnek azok a csatornák, ugye elsősorban az internet, ahol elérik a fiatalokat, mik azok a generációs élmények, vagy egyéni élmények, elégedetlenségek, amelyek elvezethetnek a radikalizálódáshoz. Tehát ez egy komoly kriminológiai társadalomtudományi feladat, illetve kutatási téma. Magyarországon ez nem létezik, mert ugye itt érdekes módon épp az, hogy a kormány az, amelyik radikalizálja a közbeszédet. Tehát a koronavírus miatt talán nem emlékszünk erre, de talán egy évvel ezelőtt, amikor a Nyíregyházi szegregáció miatt kártérítést kapó romák ellen izgatott végül is végső soron a kormány, és azt végül is kérdőjelezte meg, hogy jogos-e, hogy ők kapnak kártérítést. Tehát itt a radikalizálás nem feltétlenül külső szereplők által történik, hanem intézményesített politikai szereplők azok, amelyek képesek egy kicsit ilyen, ki nem mondott, sejtető beszédmóddal valahogy radikalizálni. Igen, de pont ez a kérdésem mindig, hogyha egy politikus azt mondja, hogy hát nincs ez rendjén, hogy ugyanannyit kap, aki nem dolgozik, mint aki gecsöl, és akkor a publicista ezt már odafordítja le, hogy hát ezek a szemetek ingyen élők, ezek megkapják a pénzt. Béla meg odáig fordítja ezt a saját fejébe, hogy akkor hát nekem azt mondták, hogy menjek oda, szlőjem le. Tehát, hogy... Ezek azért összetett ugye ennek a folyamata, és ezt nagyon nehéz visszavezetni. Pontosan ezért ilyen felelősségeket nagyon nehéz arra rámutatni, hogy akkor valóban akkor kifelelős azért, hogyha a közbeszéd. Ugye nem is arról van szó egyébként a gyűlöletbeszéd kapcsán, hogy a közbeszéd megváltozik. Tehát nem arról van szó, hogy az ízlésünk vagy ellen van az, hogy hogyan beszélnek a parlamentbe, hogy mondjuk szexista beszólások érik a női képviselőket. Itt a gyűlöletbeszéd és a radikalizálódás az valóban egyébként összefügg azzal, hogy mit gondolunk szalonképesnek, de az, hogy ez mikor vezet el valamilyen cselekvéshez, vagy ez valamilyen tettben mikor nyilvánul meg, ugye ez nagyon nehéz. Hát azért a magyar törvények, hogyha közvetlen uszításról van szó, ami tetten érhető, az büntetik, de hogyha eltolódik az a mérce, hogy mi számít elfogadhatónak, és mi az, ami megengedhető másokkal szemben. Ugye ez sokkal nehezebb követni, és nem is lenne szerencsés, hogyha minden publicista mögött ott állna valamilyen cenzúr, és nézegetni, hogy akkor az mit tartalmaz ez a véleménycikk. Itt tulajdonképpen ebből következik, inkább arról van szó, hogy ezt Magyarországon nem figyelünk erre, vagy nem kutatják ezt, hogy hogyan történik a radikalizálódás. Tehát ilyen szempontból erre állami olyan nincs egy olyan fajta program, vagy bármifajta kezdeményezés, amelyik ezt vizsgálná, hogy hogyan függnek össze ezek az ügyek. Ugye olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért olyan esetek nem történtek, mint a 2000-es évek elején, amikor például a roma gyilkosságok történtek, tehát mint hogyha erre nem is lenne most így szükség, de hát ezért, ilyen szempontból azért ez persze egy különbség Magyarország és Nyugat-Európa között, ahol pedig azért a radikalizálás sokkal inkább kézzelfoghatóbb. Igen, mert hogy nyilván minden ilyen eset egyéni eset, az egyén éppen pszichés állapotától kezdve, a gyermekkorától kezdve minden, ugye ebből egy valami lesz, és hogy valakiből azt látja ki az abhegyező, hogy lőni kezdjen az utcán, valakiből meg azt, hogy beálljon hippinek, tehát nyilván ez csak abban a szituációban vizsgálható, de azt azért általánosságban el lehet mondani, hogy
hát hogy is mondjam, nem tesz jót ennek a folyamatnak az, hogyha ilyen félszavak, ilyen utalgatások hangzanak el legfelülről, mert tényleg a közember úgy érzi, hogy akkor jó katonája ennek az államnak, hogyha ebbe az irányba mozdul, már pedig hát ez egyáltalán nem így van. Igen, tehát tulajdonképpen ez valóban, hogy amiről most már beszéltük, hogy nehéz végigkövetni, akkor hogy van ez az okozati láncolat. A másik az, hogy ez azt lehet látni, hogy a kormányzó jobb oldalon körülbelül így a Brexit, Trump, tehát a Brexit népszavazás, a Trump elnökség kezdete óta sokkal népszerűbb ez az alt-right beszédmód, ami nem teljesen egyébként a fő sodorban jelenik meg, de például a jobboldali médiában azért egy kedvelt beszédmód, ami ugye egy ilyen büszkén intoleráns beszédmód, és ez a fajta beszéd az, amelyik azt gondolom, hogy egy újdonság, és ez az, amelyik ugye itt egyébként azért is a fősodorban is megjelent, mert Orbán Viktor is beszél arról, hogy PC őrület van, ugye, tehát, hogy olyan példákat talál meg nagyon gyakran a jobboldali média, hogy akkor a koedukált WC-knek a témája, stb., amelyek tulajdonképpen nagyon marginális ügyek, de ezzel magát az egész toleranciának, vagy hát a kiegyensúlyozott és nem támadó beszédmódnak a normáját lehet támadni. Ez nyilvánvalóan nem vezetett még egyébként olyanra, hogy itt valamilyen szélsőségesség megjelentek volna, de magát egyébként az egész beszédmódot, vagy hát a témákat, és hát nagyon gyakran akár a kisebbségnek a megítélését is azért megváltoztatja. Én szerint csak újra fel tudom idézni azt, hogy a tavaly ebben az időszakban még egy ilyen pont adta, itt a kártérítések, gyöngyöspatai kártérítések kapcsolatban készült nemzeti konzultáció a kormány. Én azt gondolom, hogy ez nagyon szerencsés, hogy ez nem történt meg, hiszen azért, amikor a bevándorlás kapcsán voltak ilyen konzultációk, ott azért nem egy létező magyarországi társadalmi csoport lett volna a konzultáció témája, de a magyarországi romák azért az egy igencsak lényeges, fontos és itt velünk élő társadalmi csoportról van szó. Igen, ők léteznek. Velük szemben történt volna egy ilyen konzultáció, azt gondolom, hogy az csak erősítette volna ezeket a roma ellenes attitűdöket. Hát igen, de a Kapitóliumra gondolok, tehát ami egy elég érdekes szituáció volt abban a szempontból, hogy azok az emberek ott, mivel már jól fel voltak készítve, egyértelműen úgy értelmezték Trump beszédét, hogy akkor na most ők menjenek és foglalják el. Más lelkiállapotban, más 4 évvel a hátuk mögött, lehet, hogy tök nem úgy értelmezik, azt hazamennek. Tehát ott például láttuk azt az élő példát, hogy fordul át abban a percben valami egy ilyen egészen rossz irányba. Főleg azért, mert ugye tényleg megvolt a lehetőség az egyidejűségnek, tehát egy beszéd után elindultak és odaérkeztek meg. Ilyen nyilván egy publicisztika esetén, vagy egy bármi más esetén, ugye ez így nem áll fenn, de ott azért elég jól kirajzolódott, hogy ez hogy működik, hogy a Trump beszédét én azóta megnéztem, és tényleg lehet így is, úgy is, tehát ő azért elég ügyesen fogalmazott, de ők egyértelműen azt gondolták, hogy akkor most ostrom és támadás, és akkor itt meg kell védeni. Igen, én is megnéztem a beszédet, és ott volt egy olyan is, hogy akkor békésen menjünk oda, vonuljunk, tehát végülisztően a Kapitólium elé, de hát maga az egész gyülekezés akkor az elektori szavazatok megszámlálásának a megakadályozásáról szólt, tehát hogy nem volt teljesen egyértelmű. Azért pontosan egyébként, amiről szó esett, hogy egy-egy ilyen rendezvényen a teljesen más helyzet, mint egy publicisztika, azért nem lehet, mert a magyar törvények is ezért nevesítik azt, hogyha egy ilyen nyilvános valamilyen csoport elleni uszítás, akár mondjuk egy ilyen gyülekezés alkalmával történik. Ugyanakkor az, hogyha megvizsgáljuk, hogy mikor történik, tehát az erőszak az milyen esetekben szokott fellépni a tüntetéseken. Az egyik fontos az, hogy van a tüntetőknek valamilyen tapasztalata az erőszakkal, tehát hogy van egy ilyen tudásuk. Nem véletlenül, hogy Magyarországon például 2006-ban a futball szurkolók voltak azok, akik a gerincét adták az ilyen a rendőrökkel való összecsapásban, hiszen nekik azért tudták, hogy milyen az, amikor jön a rendőr. A másik, ami egyébként egy fontos tényező az, hogy mennyire tartja legitimnek a tüntető az államhatalmat, de mennyire tartja magát a szabályokhoz. Ha a rabszolgatörvényi tüntetésekre gondolunk 2018 végén, ott nem véletlen az, hogy
hogy ugye ott a Kossuth téren a szánkoknak ott a felborítása, stb. Tehát egy valami vengyel egy ilyen, az ellenzéki tüntetések egyébként nem tapasztalt agresszió jelent meg, és hát ami elsősorban persze tárgyak elleni agresszió volt, nem személyek elleni agresszió. Annak egyrészt az oka az jelentett, hogy voltak akár olyanok is a tüntető tömegben, akik másfajta tüntetéseken jelentek meg, például akár jobbikosok, akiknek pontosan volt egy olyan múltjuk, hogy ismerték, hogy volt tapasztalatuk az erőszakkal kapcsolatban, akár 2006-tól, vagy akár pont azért, mert ők is tagjai lehettek valamilyen futball szurkoló szubkultúrának. De ami azt gondolom, hogy fontosabb az az, hogy a szabályokat, például az országgyűlésben maga az ellenzék szegte meg, amikor elfoglalta a karzatot. Tehát megjelent egy olyan helyzet, amikor valahogy a normák nem voltak érvényesek. Én azt gondolom, hogy a Kapitóliumnál is ez fontos lehetett. Tehát amikor a még hivatalban lévő elnök azt mondja, hogy nem érvényesek azok a szabályok, hogy elcsalták a választást, akkor milyen, hogyha valamilyen szinten felhatalmazást kapnának a tüntetők arra, hogy ők se tiszteljék a szabályokat, és ne fogadják el legitimnek, mert például akár a rendőröket, vagy rendfenntartókat. Ilyen szempontból ez persze kérdés, hogy nagyon gyakran sokan ugye olyan példával jöttek el, hogy na mi történik, hogyha esetleg 22-ben kormányváltás lesz, akkor a jobboldali választók hogyan fognak reagálni, esetleg következhet olyasmi valami, mint amit Amerikában láttunk. Én azt gondolom, hogy ezeket a szempontokat kell figyelembe venni, nagyon sok függ attól, hogy hogyan reagál egy ilyen esetleges kormányváltásnál a leváltott kormány, illetve annak vezetői. Hát én ezért nagyon távoli párhuzamokat érzek igazából, tehát mármint ma a két személy között is azért nem sok hasonlóság van, kétségtelen, hogy extrémek a maguk módján, de nem. De hogy ebben az a szörnyű, hogy ezt a folyamatot teljesen közel a jugoszláv háború során láttuk. Tehát, hogy lesz ez a norma sértésből a végén, hogy juthat el ez a tömeggyilkosságig és a legbrutálisabb kínzásokig, ami azért volt ijesztő, mert hát ezek az emberek ilyen, tehát effektív 100 méterre laktak tőlünk, tehát nem különbözhetnek annyira, hogy ne gondoljuk végig azt azonnal, hogy adott helyzetben ez belőlünk is kijöhet. Azért a magyar társadalom azért a viszonylag békés, tehát hogy ha csak visszagondolunk a tüntetésekre, Nyugat-Európában sokkal erőszakosabbak tudnak lenni a tüntetések, és hát maga az, amivel kiindultunk, hogy például a szélső jobboldali, vagy akár a szélső baloldali terrorista sokkal bevettebb volt Nyugat-Európában a rendszerváltás megelőzően, de hát ahogy a példákat felsoroltuk a rendszerváltás, a Német Egyesülés után is azért továbbra is létezett a szélsőbaloldali terror. Azért Magyarországon nem olyan mértékű, ez adódhat egyrészt valahogy az ország méretéből is, de hát nem olyan mértékű az erőszakosság, mint akár Nyugat-Európában. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, hogyha politikára nézünk, én azért optimista vagyok, hogy nem fogunk eljutni a hideg polgárháborúból a forró polgárháborúba. De hát pontosan azért, mert nagyon nincsen tudásunk arról, hogy hogyan történik a radikalizálódás, tehát amiről szó is esett, hogy akár a romagyilkosságok kapcsán is a maga az egész ítélkezés, hogy végigkövethetjük ezt a pert akkoriban, hogyha még emlékeznek erre a hallgatók, akkor a szociálpszichológiai vagy a társadalmi vetületével ezzel kevésbé foglalkozott az akkori igazságszolgáltatás, és ezért pontosan egy ilyen ügyben elmaradt annak a feltérképezése, vagy annak a megértése, hogy hogyan történhet a radikalizálódás Magyarországon. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy bár a gyakorlat az sajnos, vagy szerencsére nem azt mutatja Magyarországon, mint ami Nyugat-Európában van, de pontosan azért, mert nem történnek, vagy elszóltan történnek ilyen esetek, nem is tudjuk azt, hogy hogyan történik ez a folyamat, hogyan lesz valakiből egy rendes állampolgárból hirtelen egy olyas valaki akár képes erőszakot is elkövetni mások ellen. De mondjuk tegyük hozzá egyébként, hogy ez a merénylet sorozat pont ebből a célból zajlott, hogy polgárháborút robbantson ki. Ezek az emberek nem ismerték a magyarok, mármint a fehér magyarok és a cigány magyarok lelkét igazából, mert hogy annyira abszurdnak tűnik tényleg számomra ez a dolog, hogy polgárháborút így kirobbantani, hogy
hogy ez lehet, hogy nem csak nálunk nem sikerült volna sehol sem, de hogy itt aztán végképp nem az annyira egyértelmű volt, hogy fájt. Hát igen, itt azért a nyilvánvalóan a maguknak egyébként a radikálizó embereknek a cselekményei azok nem feltétlenül racionálisak, hiszen azért a radikalizálódás az abban is mutatkozik meg, vagy hát hogy olyan fajta következtetéseket volna, amelyek a körülte lévő világból, amelyek nem feltétlenül megfelelőek, hanem épp az, hogy valamilyen fajta külső befolyást. Ugye ezért szokták azt általában Nyugat-Európában felderíteni, hogy kik azok, akik az ágensének a radikalizációnak, akik elvezetik egy olyan fajta tudatállapotba, vagy olyan fajta egy ilyen kognitív állapotba, hogy képes elkövetni olyan cselekményeket, amelyek egyébként a teljesen idegen az ő korábbi szokásaitól. Ilyenkor jön az, hogy gyakran megdöbbennek a családtagok, hogy hát hogy lehetett ez, hiszen mondjuk bevándorlók esetében a szülők a körülményekhez képest integrálódtak a többségi társadalomba, de mégis esetleg már a második generáció ebből kilóg. Tehát itt Bocsánat, csak közben rám néztek, és én visszanéztem. Jó, folytatjuk, izgalmas, de most sajnos el kell búcsúznunk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Mikesz Dánielnek, a Republikon Intézet elemzőjének, illetve köszönöm, hogy megnyugtatott, mert én azért nem voltam ebben ennyire biztos, de most már egy kicsit nyugodtabb vagyok. Viszontlátásra, találkozunk még. Minden jót. Reggeli gyors, nem marad le semmiről. Ez volt a Reggeli gyors. Jábor Dénes, Laj Viktória, Selmeci János, Józsa Péter és a szerkesztő Bálint Judit nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre, a viszont hallásra.